A Német Nemzetiség Önkormányzat szervezésében november 11-én szombaton délután emlékeztek meg Szent Mártonról, aki 316-ban született Szaváriában, a mai Szombathely római kori városában. A szentté avatott püspök már életében is nagyon sok legenda övezte. A jótékony Szent Márton mind a mai napig jelen van templomok és múzeumok, énekek és legendák százaiban. De patronusa a pásztoroknak, az állatoknak, a szüretnek, a borivóknak és a mulatozóknak is. Élete nagy részét a szegények támogatására áldozta. 371-ben a franciaországi Tours városában püspökké avatták, és 397. november 8-án hunyt el. Állítólag november 11-én temették el. E napot utóbb Szent Márton ünnepévé nyilvánították. A vecsési Szent Márton napi ünnepség a falusi nemzetiségi óvoda előtti vásárral vette kezdetét. Az összegyűlt tömeg gyertyákkal és muzsikaszóval vonult a templomba, hogy emlékezzenek Szent Mártonra. Szent Márton 316-ban született Szombathelyen egy római tribunus fiaként. Apját követve belépett a hadseregbe, majd misszionárius lett. A legenda szerint Amiens kapuja előtt megosztotta kabátját egy kéregető koldussal. Amikor az emberek Szent Mártont püspökké akarták választani, búvó helyet keresett magának. Egy libaolba bújt. A libák gágogása árulta el rejtekeit. Szent Márton a katonák, utazók, foglyok, rabok, parasztok és pásztorok pártfogója. A templomi megemlékezésen Káposztási Béla vecsési plébános arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent Márton élete ma is példaértékű. Szent Márton megelégelte a napjainkban is oly gyakori képmutatást és rosszindulatot, amit a hadseregben tapasztalt. Jézust választotta inkább, mert úgy gondolta, hogy nála olyat talál, amit sehol máshol. Káposztási Béla a szülőket és nagyszülőket kérte, hogy mutassanak példát gyerekeiknek, unokáiknak, hogy az élet értékeit keresve képesek legyenek méltón boldogulni ebben a nehéz világban.